Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlevő gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is, örökkön örökké. Ámen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, akikkel együtt tanulmányozhatjuk Istenünk igéjét az ő kegyelméből, és érezhetjük az ő szeretetét ezáltal is. A mi közösségünk, igére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Vezesse és kísérje Istenünk szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban Istenünk igéjét a református bibliaolvasó kalauz ajánlását követve az Efézusi levél második fejezetéből halljuk, és most a negyedik verstől követjük figyelemmel a fejezet végéig. Vegyük is bátra kezünkbe a Bibliánkat, és olvassuk együtt, nem megakadva azon sem, ha esetleg más fordítást használunk. Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatoktól álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Ámen. Istenünk tegye szent lelke jelenlétében világossá és érthetővé számunkra az ő igét és annak üzenetét, hogy azt szívünkbe fogadhassuk, életünk keretébe foglalhassuk, és gazdagodjunk általa az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk is.
Mindenható Istenünk, örökkévaló édesatyánk a Jézus Krisztusban, hálát adva neked magasztalunk téged, amiért félelmetes napjainkat is a megbékélés medrében élhetjük, hogy értünk küldött és feltámadott fiad, Jézus által megbékéltettél minket magaddal, és annak is teret nyitottál, hogy békében éljünk, egymással és lelki békességben a körülöttünk levő zúgó világban is. Dicsőítünk, amiért kegyelmedből lehajoltál hozzánk, és elkísértél bennünket életutunkon, közösségként és egyen-egyenként is oda, hogy hihetjük, tudhatjuk, mi te hozzád tartozunk, te vagy a mi Istenünk. Pedig mi akár csak az egykori efezusiak, minnyájan a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Juss és jogcím nélküli idegenek voltunk, teljes megvetésre méltó jövevények a te kegyelmed területén, ami sajnos most is visszaköszön nem egyszer az életünkben. De a te kegyelmed nagyobb volt, és nagyobb ma is, mint a mi bűneink, és te kész vagy ma is emlékeztetni bennünket tőled nyert méltóságunkra, amit gyülekezetben is feladatunk megélni. Köszönjük, hogy gyülekezetet ajándékoztál nekünk, és fájlaljuk, hogy most nélkülöznünk kell a gyülekezeti életet. Könyörgünk, igéd és lelked által tégy most mégis gyülekezetté bennünket, és munkáld, hogy Krisztusban elnyert szép hivatásunkhoz méltóan tudjunk élni, most rád figyelni, és a te dicsőségedre ezt tükrözze majd helyi gyülekezeti életünk is, melynek feltámasztását kérjük tőled alázattal Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves testvérek, az imént hallott igeszakaszból kiemelem a záró verseket, amelyek elénk tárják a gyülekezet méltóságának alappilléreit, amelyeket a mostani közösségi életet nélkülözni kényszerült időkben különösen is érdemes megszívlelni, hogy készülni tudjunk azokra az időkre, amikor a gyülekezeti élet újraindul. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezetté összeállt igére figyelők! A világjárvány és a fertőzés veszély okán országszerte szünetel a gyülekezeti élet személyes találkozásokkal járó vonala, és nekünk, egyházi közösségekben élőknek fájóan hiányzik a közvetlen találkozás, a közvetlen köszöntés, az áldás, békesség, kívánásos kézfogás, az együtthangzó ének és könyörgés, a közösségi ígére figyelés. Ebben a helyzetben különösen is érzékeny pontra tapint a kiemelt igeszakaszunk, ami végig és nagyon intenzíven a gyülekezetről, a közösségi életről szól. Ahelyett, hogy csak felsziszennénk fájdalmasan a kiemelt verseket hallva, ma arra hívlak benneteket, testvéreim, hogy ezzel a fokozott érintettséggel vizsgáljuk meg őket, és üzenetüknek teret engedve készüljünk a közösségi élet újraindítására, amit kérünk is az élet, a halál és a feltámadás Urától. 5 olyan gondolatot emelek ki a mai szakaszból, aminek komolyan vétele segít megbecsülni a gyülekezet és az egyház közösségi élet méltóságát. Az első gondolat az, hogy a gyülekezet Isten királyságát komolyan vevő polgártársi szerveződés. Egy olyan közösség, amelyik és amelyiknek tagja Isten felség területének tekinti önmagát, és ennek megfelelően igyekszik alakítani életének, tevékenységének minden összefüggését. Mondhatnám úgy is, hogy a gyülekezet olyan, mint egy állam, amiben a hívő ember az Úrtól kap polgárjogot, és közben nagyon jó társaságot maga mellé. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények,
hanem polgártársai a szenteknek, mondja Pál a mai igényben. Polgártársak vagyunk egy államban, nem a francia forradalom és Robespierre értelmében, nem kiharcolt polgári jogunk van, hanem kapott, magától a nagy uralkodótól ajándékozott, kegyelmi ajándékként kapott jogosultság. Isteni kegyben részesítettek vagyunk mindannyian, hiszen akárcsak az egykori efezusiak, mi is a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Jövevények, idegenek, jogtalanok, azok is lennénk, de Krisztus érdeméért a legjobb értelemben vett polgártársakká lehettünk, mert szabadságot és biztonságot szavatoló közösségbe kerültünk Istennel. Szabad hát az egykori pogányoknak és nekünk élni az Úr fennhatósága alatt, joggal részesedni az Isten országának javaiban, élvezni Urunk közelségét, alávetni magunkat törvényeinek, jogorvoslatért folyamodni hozzá, védelmet kérni tőle, elmondani neki mindent, élni minden jogunkkal. Isten az ő egyszülött fiában maga jött el és mentett ki bennünket a jogtalanság állapotából, és adott nekünk polgárjogot, lehetőséget arra, hogy átérezzük és megéljük, Isten népének teljes jogú tagjai vagyunk. Az ő fennhatósága alá tartozunk, az ő felség területe vagyunk, polgártársai a szenteknek, az Ószövetség nagy istenfélőinek, az apostoloknak, az egyházatyáknak, Luthernek, Calvinnak, a nagyoknak és a ma élő híveknek. A helyi gyülekezetben is ezt éljük meg, és ennek megfelelően illik viselkednünk, élnünk is. Polgártársai vagyunk a szenteknek, ez pedig kötelezés, tartást ad. Méltóságot kölcsönöz, és erre hatalmaz fel. A második gondolat, amit kiemelek az igéből, az, hogy a gyülekezet család. Isten háza népe. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, mondja Pál, és nem csak Isten királyságát komolyan vevő polgártársi szerveződésről beszél, hanem egy sokkal bensőségesebb viszonyulásról, amikor azt mondja, háza népe Istennek. A háznép szereteten, elköteleződésen, törődésen, segítésen alapuló közvetlen kapcsolatot jelentett és jelent. Efézusban és nálunk is azt, hogy az egykori istentelenek, a választott néptől és az ígéret földjétől távol élő pogányok bensőséges kapcsolatba kerültünk az Istennel, az ő szent családjába, ahol ő a családapa. És itt élhetünk egy ilyen kapcsolatban, szeretett gyermekként, szabadon folyamodhatunk az atyához, akit Krisztusnak köszönhetően így is szólíthatunk meg, mi atyánk, akinek házában lakhatási, örökös társi jogunk van, mert az egyszülött fiúért, Krisztusért befogadott családtagokká lettünk. Ez egy fantasztikus méltóság, aminek megéléséhez hozzátartozik az is, hogy így tekintünk egymásra. Nem egyszerűen polgártársakként, nem is csak elvtársakként, hanem egymást testvérekként és tanítványtársakként tartjuk számon, felvállalva ezzel az egymásért járó kölcsönös felelősséget is. És törekszünk megélni ezt a felelősséget még karanténos időkben is, úgyhogy mind segítésben, mind segítségkérésben nyitottak vagyunk egymás felé és egymásra. Isten ház népe vagyunk, szeretett gyermekek az Úr atyaságában. A harmadik gondolat az, hogy a gyülekezet épület, Krisztus által meghatározott építkezés. Szakaszunk így szólít meg, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik. A pogányok, akiknek korábban nem volt kapcsolatuk Istennel, most Istenhez és egymáshoz kapcsolódó építőkövek. Így beszél Pál apostol. Így kapcsolódva töltik be rendeltetésüket, ahogyan a tégla is akkor tölti be a rendeltetését, amikor egy épületbe bekerül, amikor egy fal részévé válik,
és a hat oldalából általában öt, de minimum három kapcsolódik a mellette levőhöz, illeszkedik valamibe és valahova. Mi, akiknek egykor nem volt kapcsolatunk Istennel, mint szanaszét heverő téglák, éltünk minden külső erőnek kitéve és másnak botlást okozva, most Urunkhoz kapcsolódó építő kövek lettünk, akiket ő köt egybe, akiket ő tesz egy épületté. Épület vagyunk, építkezés, amit Krisztus határoz meg, mert ő a sarokkő. Annak az épületnek a részei vagyunk, amelyben a sarokkő maga a hozzánk jött testélet Isten. És ez a szó, a sarokkő szó, amit a mai igényben az apostol használ, három jelentéssel is bír. Az első jelentése az, hogy alapkő. Amikor egy új épületet építünk, a legmélyebbre megalapozásként oda kerül egy alapkő. Földbe süllyesztett, stabilitás garantáló biztos pont. Krisztus az alapkő. A mennyből egészen a holtak hazájába értünk alászállt, és onnan a feltámadással új életet indító, új építkezést indító alapkő. Ráépül az apostolok és proféták élete és tanúságtétele, ráépül a mi hitünk is, erre az alapra épül rá a gyülekezet. Ezen nyughatunk és nyugszunk meg egyen-egyenként is. Más alap nem vettetett, csak Krisztus és a mindent megbíró, elhordozó isteni valóság. A szó második jelentése az, hogy sarokkő. Az a kő, ami a sarokra kerül, egy falnak például a sarkára, és megszabja az épület falainak is az irányzékát. A mi hit életünk irányzéka Krisztus. Rátekintünk, rátekinthetünk folyamatosan, ránézünk, hozzáigazodunk, mert csak így válik a gyülekezet is rendezett, biztos és használható épületté. Ha egyen-egyenként és közösségként is hagyjuk magunkat, irányultságunkat Jézus által meghatározni. A harmadik jelentés pedig az, hogy zárókő. Az az építő elem, amit egy boltív lezárásaként legfelülről a magasba helyeznek, az az elem, ami magára veszi az egész boltívnek a feszültségét, és hordozza folyamatosan, és hihetetlenül nagy stabilitást ad, Krisztus Jézus a zárókő. Általa válik az egész építmény, az egész gyülekezet is stabillá, minden veszélyt, még a mostani állapotokat is kibíróvá. Krisztus Jézus az alapkő, a zárókő, akiben az egész épület egybeilleszkedik. Egy ilyen Isten ilyen előkészített, Krisztus által meghatározott építkezésnek tudhatjuk magunkat, és kell, hogy legyünk egyen-egyenként és közösséget vállalva. Isten építő munkájának a területe érvényes ez most is, amikor fizikailag nem illeszkedhetünk össze egy gyülekezetté, felerősödő személyes felelősségünk hagyni azt, hogy az Úr építsen, és amikor erre majd mód nyílik, új lendülettel lépjünk mi magunk is az épülés irányába. A negyedik gondolat az, hogy a gyülekezet szent tér, Krisztusban növekvő templom. A gyülekezet nem csak építkezés, egy csak az örökkévalóságban véget érő folyamat, hanem egy már befejezett épület is. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem a sarokkő Krisztus Jézus által meghatározott épület, amely szent templommá növekszik az Úrban. Ő a befejezés, ő a biztos zárókő, miután ő az alapkő és ő az irányzékot adó sarokkő is, és így lehetünk mi részei és részesei ennek az építkezésnek, hogy látjuk őt fent, mint a mi fejünket. A gyülekezet mennyei logika szerint növekvő épület egy templom, ami utal valakire. A gyülekezet lelki hajlékának, a templomnak is általában olyan a kinézete, mint egy fölfele mutató új. A templom mindig mutat felfele. Az efézusiak két nagy templommal asszociálhattak, amikor Pál szavait olvasták. Efézusban állt Artemis hatalmas márványtemploma, az ókori világ hét csodájának egyike, amit különböző vidékekről jöve
csodáltak az emberek. Jeruzsálemben pedig még állt nagy Heródes temploma, a jeruzsálemi templom, a választott nép azonosság tudatának a központja. Micsoda üzenete lehetett az egykori efézusiak felé a levél szavainak, az itt használt képnek. Csodálatos, magasztos templommá nő össze Krisztusban az az épület, amelynek tagjai vagytok. Ti vagytok a templom. Ez nem a világ valahányadik csodája, ez a csoda maga, aminek részesei lehetünk. Másrészt az egykori pogányok, akik elől a jeruzsálemi templom el volt zárva, most nem csak hogy kinyílik a pogányok előtt, ezek a pogányok nem csak beléphetnek, hanem maguk is a templomhoz kapcsolódhatnak, mint annak részei. A gyülekezet szent, Istenre mutató, Istenre irányuló tér, Krisztusban növekvő, isteni logika szerint épülő templom, aminek mi vagyunk az építő kövei. Istenre mutató hely, ami védett keretet kíván adni az Úrral való kapcsolat megélésére. És ez a templom épül, miközben Krisztusban már befejezett, épül a nehézségek közepette, sőt nem egyszer azok dacára, nem egyszer az akadályozónak tűnő tényezők ellenére is. És végül az ötödik kép, a gyülekezet otthon, Isten otthona lélekben. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem az Úrban ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. A gyülekezet célja és feladata, hogy annak az Istennek hajléka, lakása, otthona legyen, akit a világ mindenség sem képes befogadni, mégis a maga jelenlétét ígérte nekünk, ígérete szerint az ő népe között van, és érezteti jelenlétét. Velünk az Isten. Velünk van ígérete szerint minden nap a világ végezetéig, és mi előtte nyithatjuk meg életünket, gyülekezetünk életét, hogy az a közeg lehessünk, ahol Isten otthonosan érzi magát, ahol megtalálható mások számára is. Hitéletünk nem csak arról szól, hogy az Úr a mi hajlékunk, ahogy mondjuk is a Zsoltárral, te benned bíztunk elejétől fogva, te voltál a mi hajlékunk nemzedékről nemzedékre, hanem arra is törekszünk, hogy a gyülekezeteink Isten hajléka legyen. Egy olyan közeg, ahova betérve minden ember megérezheti azt, hogy kire utal ez a közösség, ahova betérve minden ember megérezheti Isten áldásának közelségét, és találkozhat az Úrral. A gyülekezet Isten otthona. Isten idegenek voltunk, mint a többiek, de Urunk kegyelme nagyobb volt, aminek köszönhetően nem kell már idegennek lennünk. Nem vagyunk idegenek már, hanem királyság. Királyság, amelyben Isten uralkodik. Család, amelyet az Úr vezet, szeret, amelyben ő az Atya, akit megszólíthatunk gyermekként. Építkezés és épület, amelyet Krisztus meghatároz, templommá magasztosuló isteni építmény, amiben Isten lakozik. A gyülekezeti élet feltámadására készülve hagyjuk azt, testvérek, hogy ez legyen a mi hitbeli öntudatunk gerince és közösségi életünk meghatározója. Ámen. Mindenható édesatyánk, a Jézus Krisztus által magasztalunk téged, amiért bennünket is erőterükbe vonnak az igék, bennünket is gazdagítanak a képek, amelyek mindegyike kapaszkodó a mában, és ígéret a jövőre nézve. Köszönjük, hogy Jézus érdeméért nem kell már idegennek lennünk tőled, hanem lehetünk királyság, amelyben te uralkodsz, család, amelyet te szeretsz és irányítasz, építkezés és épület, amelyet Krisztus meghatároz, templommá magasztosuló építmény, amiben te lakozol. Kérünk, segíts lelkeddel, hogy ez valósággá legyen, hogy ez legyen hitéleti méltóságunk, gyülekezeti öntudatunk gerince és közösségi munkánk meghatározója. Könyörülj kérünk ezen a nyomorult beteg világon, amit annyira szerettél, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Könyörgünk, támaszd fel rád figyelő közösségi életünket,
őrizd és erősítsd meg gyülekezeteinket, segíts bennünket. Imádkozunk a betegekért és a köztünk szolgálókért, a gyászolókért és nélkülözőkért, a magányosokért és a családokért, gyermekekért, szülőkért és idősekért egyaránt. Áldásodat kérjük életünkre, bölcsességedet kérjük minden döntéshozatali szintre, kegyelmedet kérjük településeinkre, országunkra, a teremtett világra. Fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kérjük és fogadjuk az igei buzdítást és áldást. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldást, békességet!